Nekem is megjött! Bontjuk ki. Anikó általosan tettünkről. Vagy valami ilyesmi. Hogy izéljem már meg. Na hát. Nem. Hópocka. Hadd olvassak. Herbie élő legenda a magyar YouTube világában. A videói által betekinthetünk a mindennapjaiba, és a kulisszák mögé. Egy vlogger élete nem csupa fény és csillogás, de rengeteg kihívással is meg kell küzdenie. A könyv éppen úgy szól a sikereiről, mint azokról az időkről, amikor padlóra került. Egy emberről, akinek mások szórakoztatása a mindene, miközben nem adatott meg számára, hogy gond nélkül elvegyülhessen a tömegben. Jó helyen jársz, ha a YouTube videózásról és az online média világáról szeretnél többet megtudni, ugyanakkor nem csupán önfejlesztő könyvet tartasz a kezedben, őszintén és kendőzetlenül megmutatja Deli Péter életútját, szól az őt támogató nézőkről, ugyanúgy, mint az életét megkeserítő trollokról. Vajon honnan meríti azt a hatalmas erőt, amely motiválja és előre viszi a pályán? Tök jó úgy a kezembe tartani ezt a könyvet, hogy ki tudom vele takarni azt a csúnyátéklát. Ezt akartam mondani. Hogy úgy szól egy vloggerről, egy emberről, egy barátról, hogy közben él. És ez szerintem rohadt nagy szó, mert általában úgy szoktak könyvet írni, hogy mindig már akkor, amikor meghalt valaki. És most ez lehet, hogy most tök hülyén hangzott, de szerintem ez egy tök pozitív dolog. Úgyhogy Anikó, köszönöm szépen, én is a sokak nevébe, hogy ez elkészült, és kíváncsian fogom olvasni. Könyvjelző is van hozzá. Na lehet, hogy ez lesz az első könyv, amit életemben először fogok olvasni. És itt van egy... Hú, sípol a fülem. Vagy itt van izé tartalomjegyzék is. Minden meg akarok nézni. Ki az a Herbie? Gyerekkori élmények. Tényleg. 217. oldal. Én erre kíváncsi vagyok. Olvassátok el ti is.